200 adag melegételt osztott ki hétfő délután a Színva teraszon a megyei központi kórház és a Vöröskereszt. A rászorulók az ebéd mellé süteményt és teát is kaptak. A karácsony közelettével a segítségnyújtás nem egyedülálló. A Vöröskereszt minden nap segít valahol valamilyen szervezettel közösen. Hajléktalanokat gondozó központjuk pedig az ünnepek alatt is végignyitva tart. 200 adag meleg étellel, süteménnyel és forró teával várták a megyei központi kórház és a Magyar Vöröskereszt munkatársai a rászorulókat hétfőn délután a Színva teraszon. A kórház munkatársai immár harmadik éve szerveznek segítségnyújtó akciót. Az ünnepek közelettével minden évben másképp támogatják a rászorulókat. 3 évvel ezelőtt ruhagyűjtést szerveztünk a Vöröskereszt segítségével, tavaly pénzt gyűjtöttünk és 3 felé osztottuk, a menstruációs szegénység ellen egy szegény családot segítettünk, illetve egy állatmenthelynek adtunk pénzt, mert úgy gondoljuk, hogy ezekben az időkben még jobban szüksége van az embereknek a segítségre. A kórház mellett számos intézmény működik együtt a Vöröskereszttel, hogy a segítség eljusson azokhoz, akik a leginkább rászorulnak. A december az elég sűrű a Vöröskeresztnél mindig. Sok ezer családnak juttattunk el megyeszerte, itt Miskolcon is, és a további 7 területi irodákon keresztül több ezer tartós élelmiszercsomagot, illetve tisztítószercsomagokat. Ezek egyrészről beszerzésekből valósultak meg, illetve voltak országos gyűjtések multinacionális áruházakban. A jótékonyság azonban itt nem ér véget. Pénteken 12:30 és 1 óra között vállalkozók által felajánlott 350 tartós élelmiszercsomagot osztanak ki a Baross Gábor utcai intézmény parkolójában felállított sátorban. Emellett a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, a 320 férőhelyes hajléktalanokat gondozó központjuk az ünnepek alatt is folyamatosan fogadja a nehéz sorsú embereket.